Nem érzed, hogy durván túlreagálod, hogy egy 19 éves kislány engedte, hogy az anyja meghirdesse és eladja a saját házát? Meg se próbálta. Hogy a fenébe tudta volna megakadályozni az anyját, főleg egy ilyen anyát, Lisa abban, hogy oda költözön a... eladásra, de csak azért, hogy engem bosszantson. Nem érdekel, csőbombát is dughatott volna a bojlerodba. Kibékülsz vele itt és most. Egy ideje furcsán viselkedik. Ellenem fordul. Kibékülsz. Ez meg... Kibékülsz vele, Steve. Nyugodj le! Kibékülsz vele, Steve, vagy felmondok, és nem látsz soha többet. Ez hogy tetszik? Mondd már el, hogy mi bajod van ma reggel. Pont ugyanaz, ami már 19 éve. Tanúja voltam mindennek, és egyben bűntársad is. Szeretlek, Steve. Tudod, hogy mennyire. Szeretem benned, hogy nem az érdekel, hogy egy ember mennyit keres, hanem hogy mire képes. De hidd el, nem ez a legfontosabb értékmérő. Mert ha valaki apa lesz, akkor abban kellene a legjobbnak lennie. És én két évtizede szenvedek amiatt, Steve, hogy te ebben vagy a legrosszabb. A ház nem nagy ügy, sőt, egészen jelentéktelen. Békülj ki. Békülj ki most, vagy majd kereshetsz az új munkahelyemen. Tártkarokkal fogadnak bárhol.